Az emberéleteket kioltó és városokat elmosó áradás levonulta után elkezdtek visszatérni otthonaikba a németországi Köln városától délre fekvő Erbstadt-Blessem lakói. A település egy részét teljesen elöntötte a közeli folyó. A lakások alsó szintjén minden elázott, a szekrényekben és a fiókokban most is áll a víz. A fiam 4 hónapja halt meg, a sógorom 4 hete halt meg. Van elég szenvedés az életünkben. Szétment a család, a lányom a barátjával él, az unokáim Göttingenben vannak. Haza akarnak jönni. Szörnyű ez az egész. Általában itt vannak velem a nagymamával, de most nem tudnak. Az emeleten minden tiszta, de nincs áram, nincs víz. A sarat fel kell szedni, az egész konyhának mennie kell. Egyszerűen nem tudom, mi lesz. Ez olyan szörnyű, olyan szomorú, mondta egy helybéli nő. Az áradás miatt számos épület lakhatatlanná vált, a víz mindent tönkretett a lakásokban. A helyiek megkezdték a romok eltakarítását, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindent ki kell dobni, ami az alsó szinten volt. Az emberek könnyeikkel küzdködve hordják ki legszemélyesebb tárgyaikat az utcára. Észak-Rajna-Vesztfáliában a háztartások 3500 eurós gyors segélyt igényelhetnek a helyi kormányzattól. A hatóságok szerint az elektromos és vízhálózat, illetve a személyszállítás helyreállítása még heteket vehet igénybe. Egy nő és férje sírva meséli el, hogy mindenüket elvesztették, az összes emléktárgyukat, semmiük sem maradt. Itt mindent ők építettek fel a saját kezükkel, és minden tönkrement. A németországi áradásokban 177 ember vesztette életét, de az áldozatok száma magasabb lehet, mert még mindig vannak, akiket eltűntként tartanak nyilván. A meteorológiai szolgálat eközben újabb esőkre figyelmeztet a térségben.